Sajnálatos módon 99 évvel ezelőtt született egy trianoni békediktátum, ahol néhány tolvonással megszületett az a döntés, hogy Magyarország területéből mintegy kétharmadot elvettek. 2010-ben a Magyarország gyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Ezen a napon emlékezünk arra, hogy mi is történt itt 1920-ban, jövőre ugye 100 éves évfordulótra emlékezünk. Sajnálatos módon önhibájukon kívül azok a honfitársaink, akik itt élnek Kárpátalján, elszakításra kerültek. Egy tolvonással megoldották ezt a hát nagyon gyalázatos lépést, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a tárgyaló delegációt sem engedték oda annak idején Trianonba az asztalhoz, és úgy születtek meg döntések népek sorsa fölött, aminek komoly következményei voltak, ez látszik, de azt gondolom, hogy Magyarország és Magyarország nemzeti kormánya sem most, sem a jövőben nem fogja elengedni honfitársai kezét, éljenek az bárhol is a világon, az anyaországon kívül, és én azt hiszem és merem remélni, hogy a jövőben mindegy, hogy hol él az a magyar, az mindenképpen magyarnak számít, legyen az ország határon kívül. Sajnálatos módon Kárpátalja a igen nehéz körülmények között van. A Kárpát-medencén belül is kiemelten hátrányos helyzetű. Én azt remélem és merem is mondani, hogy a jövőben ugyanolyan támogatást, mint hogy az elhangzott is, hogy minden támogatást megduplázunk, ami Kárpátaljára érkezik. Honfitársainknak segítségnyílet nyújtunk, legyen ez bármilyen mérvű is. Én azt gondolom, Magyarország erején és erején felül is meg fogja oldani a honfitársainak a támogatását és segítését a jövőben is.